akkor fontos az egészség, amikor van. Hagyományos egészségnapunkat május 20-án tartottuk. A közmondás szerint akkor fontos az egészség, amikor nincs. Ezzel az iskolai rendezvénnyel az egészség fontosságára, a betegség megelőzésére akartuk felhívni a figyelmet. Legyen akkor is fontos az egészség, amikor van. A napot a Szegedi Kis István Gimnázium tornacsarnokában kezdtük zenés tornával. Az idei programban is szerepeltek ügyességi sorversenyek, elméleti feladatok. Ezek levezetésében Uzsoki János is segítségünkre volt, munkáját ezúton is köszönjük. Thank you.
A fő attrakció idén is a saláta készítés volt, amit szülők segítségével és az iskolai diák önkormányzat anyagi támogatásával tudtunk megvalósítani. Nagy sikere volt a kaszinó tojásnak. Elkészítésében a szülők mellett a 626-os számú szakiskola két szakács tanulója is segített. Ők volt diákjaink, akik szívesen jöttek vissza hozzánk. A finomságokat jó étvágyal fogyasztották el 10 óraira a gyerekek. Ezek mellé Graham Lisztből készült pogácsákat fogyaszthattak, amiket szülők sütöttek számukra. Reggel 8 órától vérnyomás és vércukorszint mérésre vártuk a gyerekeket és a felnőtteket. A délelőtt második részében különböző előadásokon, foglalkozásokon vehettek részt a tanulók. Kiki érdeklődése szerint választhatott. Egyik népszerű program a kerékpáros ügyességi verseny volt. Levezetésében a helyi rendőrség közlekedés rendészete volt segítségünkre. A gyerekek bátran jelentkeztek. Az irányító rendőr ugyanis a tanév során már többször megfordult iskolánkban, természetesen segítőként. Ő volt a mi rendőrünk. Köszönjük munkájukat!
volt hajó és lufi fújó verseny is. Igazán nagyon élvezték a kicsik. És hogy ki győzött? Hát aki leginkább bírt a szussza. Az országos mentőszolgálat helyi állomásának szakemberei idén is szívesen fogadták meghívásunkat. A gyerekek nagyon várták őket. Az alapvető elsősegélynyújtási szabályok ismertetése után sebkötözés, sebellátás következett. Láthatóan jól választott program volt, mindenki érdeklődően figyelt. A legkisebbek, az elsősök meglátogathatták a mentőállomást. Az ott lévők szívesen beszéltek nekik a mentősök munkájáról, és persze a Nino is megszólalt. Köszönjük munkájukat, és amit értünk tesznek. Egy füstölő házban nem rohanok be. Ott fogok én is maradni. Majd utána engem is menthetnek. Hát jó mentőkre, jó elsősegélynyújtókra van szükség, nem pedig halott hősökre. Látnál combelső felületet. Mondjuk egy combartériát elnyomni az azért emberes feladat, tehát ott mondjuk öpöllel bele kell menni a combjába az emberkének. Steril gézzel tamponálni a sebet, seb méretétől függően. Plakátkészítő verseny témája a gyümölcsök háborúja. Thank you.
csupa természetes anyag, és készülnek a virágkötészeti csodák. A foglalkozást az egyik szülő vezeti. Köszönjük Aranka néninek, hogy itt volt velünk. A szülőkkel és külső partnerekkel való jó kapcsolatunknak köszönhetően sokan segítették a nap lebonyolítását. Már harmadik alkalommal éltünk az Arcadia Reklám Kft. Által szervezett pályázati lehetőséggel. A budapesti cég egészségnap projektjének köszönhető, hogy több szponzor termékeiből kaptunk felhasználásra. Mivel ezek mind egészséget szolgáló termékek, ezért örömmel fogadtuk ezeket. Idén Elmex, Abomil, Eurovit termékeket, plakátokat, mintákat kaptunk. A jó hangulatú iskolai napnak várhatóan nyoma maradt tanulóink mindennapi életviteli szokásaiban. Családjuk körében is pozitív formálói lesznek majd az egészségtudatos magatartásnak, mert ne feledjük, akkor legyen fontos az egészség, amikor van.